Hálás szívvel köszönjük minden édesanyát az egy különös kegyelmet, és köszönjük ezt a mai napot. Szeretnénk, hogyha amikor halók állnak ennek és a gyülekezet színe előtt, a te tetszésedre való lenne a mi ünnepünk. Szeretnénk, hogyha az a hűségfogadalom, amit ma tesznek, te előtted egy életre szóló lenne. És szeretnénk, hogyha a te ígéd, amely fölhangzik közöttünk, megszólítana bennünket, és a te lelked által eredményes lenne ez a megszólítás. Hallgass meg, kérjük, amikor mindezért imádkozunk, és légy közöttünk a te áldásoddal. Amen. Foglaljunk helyet a gyülekezet. Keressük meg a gyülekezetből a 288-as éneket, a 288-as éneket, és énekeljük Isten tiszteletünket. Templom mellett volt egy baptisztérium,
Ez rendszerint egy külön keresztelőház, oldalon volt egy keresztelőmedence, és ahogy pont, ahol pontosan úgy végezték a bevezítés szertartását, mint ahogy ma mi fogjuk itt ebben a templomban. Szóval, hogy múltak az évszázadok, és egyre többen lettek keresztjénné praktikus okokból az egyház áttért az egyszerű keresztelési formára. Maradtak azonban olyan közösségek, többek között a baptisták is, akik igyekeztek megőrizni ezt az ősi formát. Hát ennek az ősi formának megfelelően zajlik majd ma a keresztelés itt a mi templomunkban. Szeretnénk, hogyha az ige, amelyet ma Dr. Viciánt János testvér, a Magyarországi Baptista Egyház korábbi elnöke fog hirdetni, a jelenleg kanadai misszionárius. Szeretnénk, ha az ige, ami szívünk közé érkezne és üzenetet jelentene. Mielőtt Viciánt testvér igét olvas, imádkozik és igét hirdet, meghallgatjuk az énekkar szolgálatát. Látván pedig egy Simon Péter
Jézusnak lábai elé esik mondván. Eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Mert félelem fogta körül őt és mindazokat, akik ővele valának a halfogás miatt, amelyet fogta. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, a Zebedeus fiai, akik Simonnak társai voltak. És mondta Simonnak Jézus, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. És a hajókat a szárazra vonván elhagyják mindenüket, és követjük őt. Mennyei édesatyáink, mi mindnyájan a te szent színed előtt állunk ezen a délutánon. A fehér ruhások terve örvendezéssel, talán vannak közöttünk olyanok, akik aggodalmaskodással, az élet terhei miatt küzdelmekkel telve. Vannak olyanok, akik boldog bizonyossággal emlékeznek vissza 10-20 vagy talán több évvel ezelőtti boldog bizonyság tételükre. De mindenek fölött most, amikor előtte vagyunk, azzal a szándékkal jövünk te hozzád. Segíts meg, hogy megüresített szívvel, de vágyakozó lélekkel. Hadd kapjunk mindnyájan üzenetet Jézus Krisztus által. Amen. A bemerítés, a keresztelés.
És amit most ezen a délután, amit én szeretnék mondani irénytek, kedves testvéreim, kedves fehér ruhások, a bemerítkezésnek az alap lényegét akarom elmondani. Anélkül, hogy én allegorizálnék valamit is, a magunk életét szeretném odaállítani, alkalmazni mind arra, amit ebben a szép ígében felolvashattunk. Én pedig így fogalmazok most, hogy az ember életének hármas tagozódását akarom elétek hozni ebből az ígéből, amelyben valószínű ez a kedves fiatal fehér ruhás csoport átélhetett, és nem lehetetlen, hogy jó néhányan itt a gyülekezet tagjai közül hasonlóképpen átélték a maguk életébe. És az a három dolog, amit ki akarok emelni, az első hadd legyen az, a parthoz kötött élet, a második, Jézus Krisztus szól azokhoz az emberekhez, akik átélték a kudarcokat és a nehézségeket. A harmadik pedig hadd legyen az, hogy evez a mélyre, evez abba az életbe, amely örömök. Ilyen örömök jelent, mint ahogy láttuk ennél a nincs fiatalnál. Nézzük az elsőt. A parthoz kötött élet. Nagyon sok embernek ilyen élete van. Mert nem ismeri Jézus Krisztus. Kicsoda ez a Krisztus? Oda vagyok kötve a parthoz, oda vagyok kötve a magam életéhez. Egyedül élek. Hol jól, hol rosszul, de mindig Krisztus nélkül. El kell néktek mondanom testvéreim azt, hogy Krisztus nélkül is lehet ám jó életet élni. Higgyétek el, hogy Krisztus nélkül is lehet. Máskor még Péterék is nagyszerűen haláltak egy-egy éjszaka, és eredményes volt a halászásuk. Lehet Krisztus nélkül is gazdagodni. Krisztus nélkül is lehet egészséges életet élni. És nagyon sokszor Krisztussal együtt is vannak megpróbáltatások és küzdelmek. De a legtöbb ember, van itt közöttünk valaki olyan, hogy a legtöbb ember Jézus nélkül éli a maga életét, kudarcokkal telve, küzdelmekkel telve, sikerekkel telve, de Krisztus nélkül éli az életét. És akkor, amikor az ember jó eredményeket ért el, tele van elbizakodottsággal, hogy na nézzétek meg, hogyan élem én a magam életét Krisztus nélkül. Nincs nekem szükségem sem Bibliára, sem vallásra, sem templomra, és még inkább nincs szükségem Istenre. Élem a magam életét. És vannak emberek, ma itt van előttünk négy fiatal, akik fölismerték, hogy ez a parton való élet csak kudarcokban jelent. Jézus nélkül nem mer eltávolodni az ember a parttól, csak azt hiszi el, amit vár. Nem érzékeli a láthatatlanokat, az örökké valókat. És itt hadd mondjak el nektek egy érdekes példát. Valamikor 1977-ben a családommal együtt Floridában jártunk, és ott van egy nevezetes tavacska, az ezüstó. És tudják a gyerekek, hogy menjünk el, látogassuk meg azt a tavacskát is, a nyári pihenésünk ideje alatt. Oda mentünk, és azt találtam mondani a gyerekeknek, hogy na hát, ebben aztán nem sok érdekességet lehet találni. A magyar baptista tábor mellett van a légkucsicsíny, hát mondom, ugyanolyan, mint az a légkucsicsíny. És erre azt mondja a kislányunk, Angélának hívták, azt mondja a kislányunk, hogy apu, itt a tájékoztató azt mondja, hogy üljünk a csónakba és menjünk be! Érdemes volt benne. Ott látta az ember az igazi szépséget. A parton csak azt láttam, mint bárhol máshol a tavacskák partján. Mert valahogy, aki bemer menni, aki elmer indulni, az lát többet. Jézus Krisztusból. A parton, testvéreim, atyám fiai, hogyha van valaki olyan, aki Krisztus nélkül is éli a maga nagyszerű életét, hadd mondjam mégis azt néktek, üres a parton való élet, a tehetetlenség, a beszűkültség, csak ez az, ami vár az emberre. Zsákmányt akar magára, megkapja azt, gazdagodni akar, megkapja azt. Üres marad az egész életet.
Ez tehát az első gondolat, amit a szívetekre akartam helyezni, hogy a parthoz van kötve a legtöbb embernek az élete. A mások. A kudarcokat átélt ember, akire nézve ezt tudom mondani, hogy egész éjszaka dolgozott, egész életét a munkával töltötte. Hiába való, üres maradt minden, valami a lelkében ott van. És gondolják csak arra, hogy néha-néha, hogy esténként, ha elkezdett gondolkodni, miért is éltem? Az ember rájön arra, hogy üres maradtam. Valami hiányzik az életemből. És az ilyen kudarcokat átélt ember szól az íget, hozzánk szól, hozzám szól, hogy valami nagyon picikért, kicsi dolgot kér ez az Úr Jézus. Pétertől kérte valamikor. Olyan könnyűen, teljesíthetően, és csak annyi, hogy ennyire be, hadd üljek be a te csónakodba. És Péter enged, és így véletlenül kerül bele a Jézust hallgatóknak a csoportjába. Nem véletlenül hangsúlyoztam azt, hogy véletlenül, mert hányszor előfordul. Mondjátok meg, hányszor előfordul, hogy csak úgy véletlenül egy Biblia kerül a kezembe, úgy véletlenül bekerülök egy templomba, hallgatom az Isten ígét, úgy véletlenül valaki nekem bizonyságot tesz az örök élet reménységéről. Már ez történt Péterrel, hogy úgy véletlenül találkozik az Úr Jézussal. És az a valaki beszél az Istenről, pedig hát senki nem látta az Isten. Még állítja azt is, hogy mindenkit szeret ez a jó Isten, és mindenkinek az Atya. Na jó, de hát én annyira, de annyira messze vagyok őtőle. És lehetséges, hogy Péter hol figyelt az Úr Jézusra, hol pedig azzal volt eltöltve, elfoglalva, hogy no, a csónakot hagyd tartsam meg itt a part közelében, ne történjék semmi baj. És különben is nem is nekem beszél el az Úr Jézus, hanem oda beszél ki a többieknek, akik a parton hallgatják őt. És ő csak úgy véletlenül belecsöppen ebbe az egész dologba. Szívességet tett Jézusnak, és az a reménysége, hogy na, hamar be fogja fejezni majd a tanítását ez az Úr Jézus, és akkor lehetek én is haza, megmoshatom a hálóimat, és lehet, hogy már az én munkatársaim otthonvannak, pihennek, lefeküdtek aludni, mert estére újból kell kezdeni a munkát. És csak annyi juthatott eszébe, hogy rendben van, hogyha szereted a jó Isten, akkor miért nem adott nekem az egész éjszakai munkám után legalább egy ilyen picurka kis halat, hogy meg lett volna a reggelni, és nincsen meg. Testvérem, kedves atyám, fiam, hadd tegyem a te szívedre, hogy Jézus Krisztus úgy megáll a te életedben is. Ott érsz a parton, üresen, nehézségekkel, és olyan véletlenül oda kerültél Jézus Krisztus közelébe. De jó, kedves fiatalok, nincs fehér ruhás. De jó, hogy oda kerültetek, talán nem is véletlenül az Úr Jézus közelébe. Lehet, hogy talán, mivel nem ismerlek benneteket annyira, lehet, hogy néha-néha a lelketekben ott volt egy-egy kicsike kis zúgolódás, hogy annyi munkám van, annyi tanulni valom van, elfoglaltságom van, és hát, hogyha a Jóisten annyira szeret engem, vagy bennünket, hát akkor miért van az, hogy a családomban mi a mi olyan békétlenség, rossz indulata, Istenem miért nem ad fel a világra is igazi békességet? Miért nem adsz az emberi szívekbe megnyugvást, kivégülést? És ezek a fiatalok, mind ezeknek az ellenére eljutottak odának, hogy Úr Jézus, hát te itt vagy, te szólsz én hozzám is, te nekem is prédikálsz, nem csak úgy másoknak, akik ott ülnek a padokban. De nagyszerű dolog, hogyha az ember egyszer arra döbben rá, hogy nem csak úgy prédikálnak a fejem fölött, hanem nekem prédikálnak. Hogy én nem csak úgy egyszerűen a kezembe vettem a Bibliát és olvasok belőle valamit, hanem benne megtalálom Jézus Krisztust, az üdvözítő. De jó, hogy ezek a véletlenek mennyiszer és mennyiszer irányítják az ember életét. Na és akkor a harmadik dolog. Lényegileg itt válik nagyon-nagyon izgalmassá az ember számára a kérdés, hogyan tovább? Vissza a partra?
Ez látszik a legegyszerűbb, mert ott élni, mert annyian élnek ott a parton, annyian várják még most is ott talán éppen a halászás eredményét. Várják talán Jézus Krisztus, hogy lépjen ki a hajóból, hát ha fog még valamit tanítani nekünk. És akkor minden marad a lényegre, mert ott a parton marad is minden a lényegre. Ott a régi környezetben marad minden ugyanúgy, ahogy eddig volt. Pedig Jézus Krisztussal több gazdagság van, új élet vár, és csak egyszerű jel, új lelkiség vár téged. Evesz a mélyre, ezt mondja az én Jézus Péterre, evesz Péter a mélyre, és azt hiszem, hadd álljak meg itt ennél a gondolatnál, kicsit testvére, hogy nem lehetetlen, hogy Péternek a lelkében ott volt az a gondolat, hogy na uram, most már ezért ez túl sok. Rendkívül, ezt már nem. Péternek a válaszában lehet-e olyan sok, de, hogy de, uram, én az egész éjszaka társaimmal együtt fáradtam, és semmit nem fogtunk. De uram, értsd meg, hogy én vagyok a szakember, én tudom azt, hogy mikor lehet igazán halászni. De uram, ilyen idő, amikor a nap fönt van, ilyenkor nem szoktunk halászni. De uram, értsd meg, hogy mit fognak szólni majd az én halász társaim is. Látjátok? Fiatalok, nem gondoltatok ti is ennyi és ennyi de-re a magatok életében, mielőtt kimondtátok itt a kérésnek a gyülekezetben, hogy én az a Jézust akarom követni. Nem volt előzőleg bennetek az, hogy de mit fognak majd szólni az osztálytársak, a szomszédok, meg a többiek? De később megszólal egy de Péternek a lelkében is, de ezt a de már Péter nem az Úr Jézusnak teszi föl, hanem önmagának. De a te szarvacsodra. Minden megváltozott. Látjátok, nem véletlenül mondtam, hogy izgalmassá kezd válni ez a történet a maga szépségében és értékében, mert amikor az ember odáig eljut, hogy te, Uram, amit te akarsz, én kész vagyok neked. Én nem problémázom tovább. És itt már életezik Péterben az a bizodalom, az a hit, amely azt mondja, hogy sok mindent nem értek, Uram Jézus. Sok mindent nem tudok emberileg megmagyarázni és elfogadni, de mert te mondod. Érzitek, hogy milyen sokat jelent, amikor az emberben egy ilyen fordulás áll be. Te, Uram Jézus, amit te mondtál, én elfogadom. Lehet, hogy nem tudom bizonyítani egyetlen egy számtani példával sem, nem tudom megmagyarázni embernek logikusan, de mert te mondtad. És itt dől el az ember életében a nagy-nagy változás, mert az Úr Jézus ezt mondta, beeverni a mélyre, mert itt éli át az ember igazán Isten közelség. Részesül Isten gazdagságában, egy pillanat alatt megnyílik a szeme ennek a Péternek, kész kimondani maga felé azt, hogy én hitetlen vagyok, én bűnös vagyok, de Uram, te győztél én bennem. Csodálatos dolog. Látjátok, hogy nem a gyakorlatban, nem abban a régi bibliai, de értékes eseményben van az igazi jelentőség, hanem ami történik az ember életében és a szívében. Új távlatok nyílnak meg, olyan minőségi életbe lép be Péter, amiről eddig fogalma sem volt, nem is tudott álmodni. És hagyd tegyem a ti szívetekre, most amikor döntöttetek, és elindultatok ide a mélység felé, kedves fiatalok, valami ilyen gazdagság, a lelki élet igazi gazdagsága fog megjönni ti előttetek. Mert Jézus Krisztus azért jött, hogy ne a parton, tíblából jár testvére. Ne ott a parton mosogassad a hálódat, meg a lelkedet, meg kétségbe esve ott vagy a parton, hanem azért jött, hogy csak egy kis úgy bejjebb a mélység felé. Ne az útbolódást,
töltsön el tégedet, ne arra gondoljál, hogy az valami többet akar adni nekem az Úr Jézus, pedig éppen elég tanulnivalóban, munkámban, feladatomban. Ő azt akarja, hogy eljussál, tudussál, lelki élet. És itt kezdődik, hogy Istenként kezdjük őt tisztelni. Tudjátok, testvérek, hogy lényegileg a bemerítésnek, a Krisztus mellett való döntésnek, ez az igazi lényeg, hogy egyszer megnyílik az én szemem, kitárulkozik a szívem, és azt tudom mondani, Uram, Istenem. És ez a fiatal, ő felé így tudom mondani, egy ilyen boldog bizonyossággal állnak mi előttünk most ezen a bizonytávon. Mert aki a parton marad, semmit nem kap. Aki egy kisének csak feljebb, soha nem fogja felismerni, hogy Jézus Krisztus Úr. Soha nem fogja felismerni azt, hogy ő elveszett, hogy ő bűnös és nyomorul. Csak a mélyben találja meg az ember az, hogy igazi életet Krisztusban fogok tudni találni. Gazdag életet. De rendkívüli dolog ez, hogy tele lett a háló, meggazdagodott Péter. A szív fog megtelni ezzel az Úr Jézus Krisztussal, az ő ajándékával. Legyen hála Istennek, elindultatok a parton, hallgattatok erre a szóra, hogy kicsit beljebb, hallgattatok arra, hogy evezz a mélyre, testvéreim, kedves atyák, fiam, rajtad a sor, hogy fölismerjed azt, hogy a parton csak ilyen szegényes, nyomorúságos, küszködő életet tudsz élni, egy kicsit beljebb, hallgassál az Úr Jézus szavára, és a te szíved is megtelik igazi gazdagsággal, értelemmel, értékkel. Ez az, amit az Úr ma ettől a néptől, ettől az ünneplő gyülekezettől vár. Tegyétek meg, hallgassatok az ő szavára, hogy gazdaggá, örömteljessé tudja tenni mindnyájunk életét. Amen.
Jézus Krisztus megváltójukat. Ezen a mai nyilvános ünnepi Isten tiszteleten a hitvallásokat különféle módokon próbálják kifejezni. Lesznek néhányan, akik versben, és lesznek olyanok, akik prózában mondják el a bizonyságtételüket. Először egy verset hallgatunk meg bizonyságtételként. Almási Anna mondja a vers egyik felét, és utána Almási Anna a másik felét. Fogadd el Jézus! Fogadd el Jézus! Kicsinket szolgálat, hizás szolgálat, gyenge karralát. Fogadd el mégis, mert tiéd egészen, s nem bánja érted élet vagy halál. Fogadd el Jézus, gyenge két karomat, fogadd el sokszor hulló könnyemet. Te tudod, a kis szív is tud fájni, fogadd el összes kis keresztemet. Amit gondolok, amit kitalálok, és fejemben a tanultak sorát, mind ami enyém, s mind akik enyémet, megőrzésre Jézus, neked adom át. Fogadjál tőlem mindent, mindent, ami enyém, az legyen mind tiéd. S tudom Jézus, hogy elfogadod tőlem a neked adott gyermek életem. Csodálni Barnabás is egy versben foglalja össze a bizonyságtételét. A Krisztus hív, nem tétovázom. Attól se fél, ha megaláznak, s a szíved sötétjébe ír el, minden látó tekintetével. Ez azért hív, hogy megbocsásson, megtisztítva a útra bocsásson, hogy meggyőzzön, mint Rég Tamás, s a bűnből adjon gyógyulást. A Krisztus küld az orgyalákhoz, testtel és vérrel ne tanácskoz. Légy az ő jó vitéze bátran, segítség van a parancsában, és nem marad el a győzelem, nyomorban élet, fényterem. Rajtad át, gyenge vagy pedig, ereje elvégezteti. Egyszer előhív, élve voltam mindenki. Legyen lépen, borban, tengerben vagy a borban, bárhol. És mint rothadó gyümölcs a fáról, lemull a föld a semmiségbe, levesz majd fényes seregébe, a dicsőségben megjelen, hogy győzve, győztem minden. Tisztai Zoltán közösségével. Nekem maradt a próza, amikor arról beszéltünk, hogy miről kéne most beszélnem, hogy kéne bizonyságot tennem, akkor eléggé egyes gondolatok forogtak a fejemben. Már csak azért is, mert itt a gyülekezet előtt elmondtam, hogy én már több, hát kb. 6 éve járt ide is, és mivel a családi körülményeit nem tették lehetővé, hogy ezekkel a dolgokkal korábban megismerkedjen, ezért nekem elég nehéz volt ezt az úton bejárnom. 6 év kellett ahhoz, hogy ide állhassak, és elmondhassam azokat a dolgokat, amik a segítségével fogok, mert ennél jobb szavakat találni, ennél jobban kifejezni, azt hiszem senki nem tudja a dolgokat. Először egy olyan verset olvasnék fel, ami azt mutatja meg, hogy milyen úton indultam el a Jézus követése felé, milyen úton találtam el Jézusra. Ez a vers a Római Levél egyes fejezetében van megírva, a 20-as vers. Ugyanis nem látható belőle az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Én pontosan ilyen módon kerültem ide. Mindig kerestem az utat, hogy lehetne értelmes, hasznos életet élni. Sosem hittem abban igazán, hogy az élet csak úgy van, jön és megy. Sosem tudtam elfogadni azt igazán, hogy az egésznek az a célja, hogy legyen. Mindig kerestem azt a dolgot, ami túlmutat ezen a földléten. Azt hiszem, hogy jól kerestem, és jól ilyen találtam meg. Van még egy vers, ami számomra nagyon fontos. Ez a Máté 16:24-ben van megírva. Azt hiszem, hogy életem módjának is választhatnám. Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét, én értem, megtalálja. Nem volt könnyű rájönnöm, hogy ez az út, amit választanom kell, és ez az út, ami az egyetlen út ahhoz, hogy az embernek örök élete lehessen. De azt hiszem, az előző vers is arra utal, hogyha ezt az életet értelmesen vizsgáljuk,
az csodálatos világban megtaláljuk azokat a magyarázatokat, amik elvezetnek bennünket erre a következtetésre, hogy ez az egyetlen út, amit választhatunk. Akár a természet csodáiból veszünk példát, a mag, ha meg nem hal, akkor nem lesz új élete a következő magnak, nem lesz termés. Ugyanígy van mindennel. Amit meg akarunk nyerni, először el kell veszíteni. Ha szeretetet akarunk az emberektől, először szeretetet kell adni. Hogyha boldogságot akarunk, akkor először másoknak kell boldogságot okoznunk. Azt hiszem, hogy az én életem eltettem fel, és ezen az úton próbálom maradni. És amíg én egy imád mondanék el, ami nem az én imádságom, de most már az is. Ezt egy olyan hívő embertől olvastam, aki már nincs közöttünk, de azt hiszem a maradandó tartalmat. Ez pedig így szól. Istenem, adj türelmet ahhoz, hogy elviseljem, amit nem tudok változtatni. Adj erőt ahhoz, hogy megváltoztassam, amit meg lehet, és adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Kérdésetek a gyümekezet a 289-es szám éneket. 289-es ének így kezdődik, megmozdul a parkon, a vizek néhány perc van még, így nagy kegyelem, hogy már a szívem csak ő életre ér. Énekedjük végig az éneket, és amíg énekelünk, addig arra kérjük a fehér ruhásokat, és kivételesen is munkára is kérjük őket, hogy a székeket tegyék oda a padsorok elé, és üljenek át oda arra a padra, jó? Mert ezek után a temelítés következik, amit szeretnék majd jól látni, könyveket, székeket, tehát tegyük át. Énekeljük a 289-es. Yeah.
harcold meg a ti szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre ti vallottál. Az egyik vallások alapján temetlek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Thank you.
kedves testvérek, egy nagyon kedves élményeket szeretném elmondani testvéreimnek. Majdnem egy évvel ezelőtt, múlt év szeptemberében Houstonban, Texas egyik nagy-nagy városában, körülbelül 4 millió ember lakik ebben a városban, és a környékén ott állunk. Meg kellett találnunk egy testvérünket, akihez mentünk látogatóba. És abba egyeztünk meg, hogy amikor elérjük a városnak a szél, akkor onnan egyik benzinkúttól telefonálni fogunk ő hozzájuk, hogy na, gyere ki elénk, mert ők a városnak a túlsó végén laknak, hogy találjuk meg. Odaértük. Azt mondja, hogy ne esetek kétségbe, kell egy óra, mire oda fogok érni, de megyek, értetek, és elvezetnek titeket. Hát így is történt, hazaértünk a kérdéses vérkünkhöz. Innen származnak Budapestről egyébként Csepel egyik kis utcáskájában élvén a kedves édesanyjuk, meglátogathattam én is. Elég az hozzá, hogy otthon a családban olyan nagy-nagy megnyugvás örömhez körül bennünket, és akkor azt találom neki mondani, hogy mennyivel könnyebb volt ide találni ti hozzátok, hogy te vezettél engem. S erre az én testvérem azt mondja nekem, sokkal könnyebb nekünk Istennel élni. Megmaradt a lelkemben ez a rövid picike kis mondatocska, könnyebb Istennel. És én most ezt akarom nektek a szívetekre tenni, annál is inkább, mert maga az Úr beszél ennek a lényegéről és ennek a fontosságáról, amikor azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a lelkeitek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Jézus Krisztus mondja ezt. Most már nem egy barát mondja, hogy Istennel könnyen, hanem maga Jézus Krisztus teszi ezt a szívünkre. És én nem tudom, vannak itt közöttünk olyanok, akik azt mondják, hogy én nekem olyan nyugodt életem van, mert én élek a magam keresztény életét ott, ahol élek. De hányszor? Hányszor Krisztus nélkül? Most a szívetekre teszem, hogy Istennel könnyű. Talán az ember olyan nehezen tud dönteni, hogy Uram, hát azért van bennem annyi helytállás, ha kell térképet is tudok szerezni, és Houstonnak a legutolsó kicsike utcáskájába is el tudok jutni, és az életek zegzugában végig tudok vezetni a magam életét, mégis hadd tegyem a szívetekre. Tegyétek be ezt a képzelséget, ezt az önhítséget, ezt a nagyon-nagyon anyagias gondolkodást, hogy én, ha valaki meg tudja csinálni, tegyétek ezt. Istennel könnyű. Döntsetek őmentette. Fiatalok, látlok titeket arra nézve, hogy végül tényleg az igazi döntés előtt vagyok. Nehéz ezt megtenni. Nehéz igazán oda szentelni az életet. Nehéz dönteni arra nézve, hogy Uram, készen vagyok téged követni. Én, aki azt gondolom, hogy az életben soha nem fogok megfáradni, semmiféle megterhelés nem fogok kapni az életben. Tanuljad meg én tőlem, hogy a célba jutás ez, ami Jézus Krisztussal fogod tudni elérni. Istennel könnyebb. Könnyebb, ha kell a tanulás. Könnyebb még a betegséget is elviselni. Könnyebb az élet terveinek a küzdelmet közvetette helytállni. És könnyebb, amikor arra kerül a sor, hogy ebből az életből távozni. Jöjjetek ő hozzá, döntsetek ő mellette, meglátjátok, hogy a ti életetek is eljut arra, hogy gyönyörűséges, eljut odáig, hogy terhet könnyű. Így döntsetek. Ez mellett az én Krisztus mellett. Most pedig hallgassuk meg az énekkarnak az
éneklését, mert ez alatt az idő alatt már testvéreim készen vannak, és eljönnek újból bizonyságtételre. Tette igazán örömteljesi az ő életével,
hanem mivel mi elveszítettünk egy antikát, bennünket is meggazdagítottál az ő életével. Évek óta ismerjük őt, szeretjük őt, és olyan öröm látni, hogy tudod mellette dönteni az ő fiatal életében. Tudjuk azt is, hogy sok-sok kísértés lesz még a jövőben. Éppen ezért könyörgünk, hogy a te szent lelked töltse őt be sok-sok erővel, azért, hogy ezekben a küzdelmekben el tudjon állni, legyen igazán példamutató a családban, az iskolában, és mindenütt, ahol éli az ő életét. Így tegye gazdaggá, örömteljessé, megáldottá, amíg élet. Megváltó Úr Jézus Krisztus, háladásra magasztalak téged, Szoltánért, ami kedves testvérünkért. Köszönöm, hogy az életében eljutott arra a pontra, hogy a közel három évtizedes időszakból van mit tanulni, és valahova menekülni. Köszönöm neked, hogy rádöbbenthetett arra, hogy érdemes elveszítenie az életét ahhoz, hogy valóban nálad megtalálja azt. Arra kérlek téged most könyörgő szívvel, Uram, áld meg őt, óvd meg őt, légy segítségül néki, hogy munkahelyén, ahol a gazdasági életnek könyörtelensége az Úr, ahol a piacgazdaságnak a farkas törvényei között kell élnie, nehogy valami módon rányomja életére azt a bélyeget, amelytől te most megszabadítottad. Könyörögve kérlek, áld meg ő az ő előtte álló életútján, hogy valóban a munkának terhét hordozhassa, mint Jézus Krisztus jó vitéze. Hallgass meg imádságunkat, mennyei Atyán, mint a négy fiatalért, és a te áldó és megszentelő kegyelmeddel őrizd, tartsd meg, és szenteld meg őket. Te hűségessé, szívük utolsó dobbanásai, mindnyájukat a te kegyelmességed szerint. Ámen. Hagyományosan a felderítések alkalmával egy-egy emléklapot és egy-egy Bibliát szoktunk átadni ajánlunk a bemerítkezőknek. Szeretnénk, hogyha ez a Biblia gyakran előkerülne, tudom, hogy van Bibliátok, nem is én. Ez mégis egy kicsit más Biblia lesz, hisz az van beleírva a nevetek után, hogy bemerítésetek napján sok szeretettel a gyülekezet nevében, és található egy emléklap is a Bibliában, ahol egy ősi bemerítést ábrázol a festő,
És ebben az emlékalapban az az ige található, amelyet akkor mondtam, amikor a felelőtésekre sor került. Hadd adjam át így szeretettel a gyülekezet nevében ezeket a Bibliákat, és hadd kívánjam, hogy a Isten adjon nektek sok-sok áldást ezekből a könyvekből. Annak, hogy ebben a gyülekezetben vannak gyermekek és vannak fiatalok, az ifjúsági kör nevében egy köszöntést hallgatunk meg most a bevelítkezők felé Boltos Péterről. Hálából elindul
a Jézus követésének az útján. Ez nem egy könnyű út. Az a jó, hogy az Úr azt ígérte nekünk, hogy velünk van a világ végezetének, segít nekünk. Az a jó, hogy vezet bennünket. Sok-sok régi, kedves éneket tudnánk idézni, amelyek arról szólnak, hogy lépésről lépésre vezet. Most ezek közül egyet énekel egy dupla kvártett, amely így kezdődik, Jézus vezess egyemet. Közben a versenyzés történik természetesen.
áldás tökéletével nem kötelező. A 518-as élek, mint a négy versét állva. Ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok.
fordítsa az Úr az ő orcáját tirejátok, és adjon békességet végtek. Amen.
amikor